Egyre népszerűbb a Nyíregyházi Egyetem. Több mint 2600-an első helyen jelölték meg az intézményt a felvételi eljárásban. Tombol az allergia, vizes orrfolyás, tüsszög és ordugulás. Csak néhány tünet, amivel most rengetegen küzdenek. Csúcsrangadót játszik a Spari. A Vasast fogadja Tímár Krisztián együttese szombaton, akár a feljutás is biztossá válhat. Egyre többen szeretnék felsőoktatási tanulmányaikat a Nyíregyházi Egyetemen elvégezni. Összesen több mint 8100 hallgató jelentkezett a szeptembertől induló képzésekre. Közülük több mint 2600-an pedig első helyen jelölték meg az intézményt. A Kölcsey Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Ez mindkét területen 10%-os növekedés jelent a tavalyi évhez képest. Vajda Ildikó oktatási rektorhelyettes úgy látja, az emelkedés egy több éve megkezdett, átgondolt munka eredménye. Tágas, zöld övezetekkel teli kampuszban tölthetik mindennapjaikat a Nyíregyházi Egyetem hallgatói. Ez is egy fontos hívószó lehet a felsőoktatási intézmények között a végzős középiskolások és a felvételi eljárás más résztvevői számára. Az egyetem sokat tett annak érdekében az elmúlt években, hogy újra emelkedő pályára álljon a hallgatói létszáma. Ennek meg is lett az eredménye, már a tavalyi évben is növekedést tapasztaltak, most újra ez a helyzet. 2023-hoz képest 10%-kal többen jelölték első helyen a Nyíregyházi Egyetemet, 2662-en jelentkeztek, összesen pedig több mint 8100-an választották az intézmény által meghirdetett képzéseket, mondta el 35 perc című műsorunkban Vajda Ildikó oktatási rektorhelyettes. Nagyon dinamikusan fejlődik a Nyíregyházi Egyetem, és a képzési palettával folyamatosan képesek vagyunk megújulni. 10 képzési területen, illetve 13 képzési területből 10 képzési területen kínálunk lehetőséget a továbbtanulásra a hallgatóknak. Minden képzési területen több szakot hirdetünk a felvételi rendszerben. Vajda Ildikó szerint a felvételi eljárásban elért fejlődés egy több éves, jól átgondolt irányelv eredménye. Egy nagyon intenzív felvételi beiskolázási tevékenységet folytatott ebben az évben, vagy folytat folyamatosan a Nyíregyházi Egyetem. Én mindig azt szoktam mondani, hogy most már ez nem is kampány, hanem egy folyamatos, nagyon intenzív tevékenység. Nem tehetjük meg, hogy kampányszerűen folytatjuk. Persze vannak kiemelt időszakok, amikor ez egy kicsikét erőteljesebb, de egy nagyon megújult rendszerrel igyekeztünk megszólítani a továbbtanulni vágyókat. Minden platformon, offline és online módon is megjelent a Nyíregyházi Egyetem, és ezt továbbra is folytatni fogjuk. Növekedés tapasztalható az előző évekhez képest a sporttudományi, valamint a természettudományi területeket választóknál is. A legnagyobb mértékben azonban a pedagógus képzéseket választották idén többen, majd 40%-kal nagyobb az érdeklődés. Mint ahogy a korábbiakban is az óvodapedagógus alapképzési szak, ami nagyon népszerű, a csecsemő és kisgyermekgondozó, a tanító alapképzési szakunk, gazdálkodási és menedzsment szakunk, illetve a mérnök szakjaink, gépészmérnök szakunk. Bár a fejlődés egyértelmű, a már említett számokat érdemes egyelőre tájékoztató jellegűnek tekinteni. A felvételizők július 10-éig még sorrendet módosíthatnak. Ezt követően július 24-én hozzák nyilvánosságra a felvételi ponthatárokat. A felsőoktatási intézmények pedig július 31-éig értesítik a jelentkezőket arról, hogy felvételt nyertek-e az általuk megjelölt képzésekre. Különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen személyisérelmére elkövetett emberölés büntette miatt 20 év fegyház büntetése és 10 év közügyektől eltiltása ítélte a nyíregyházi törvészék azt a vádlottat, aki gyermekkori barátját késelte halálra. Az ítélet szerint L.E. és a sértett munkatársak voltak, és a magánéletben is baráti kapcsolatban álltak. 2022. november 29-én délelőtt a sértett felkereste lakásán a vádlottat, azzal a céllal, hogy a jelenléti ívet aláírassa vele, ezt követően pedig pálinkázni kezdtek, melytől egy idő után mindketten ittas állapotba kerültek, majd összeszólalkoztak. A vádlott több alkalommal arcon ütötte a fotelben ülő, az alkoholmérgezés szintjével határos ittassága miatt mozgásában akadályozott sértettet, felső testével ráhajolt, leszorítva tartotta,
majd a magához vett zsebkéssel többször oly módon a nyakába döfött, hogy nem csupán megszúrta, hanem fel is hasította a sértett nyakát. A cselekménysort a nappaliban elhelyezett kamera végig rögzítette. A bántalmazás követően a vádlott a hálószobába ment aludni, a sértett pedig a sérülései következtében a helyszínen meghalt. Az ítélet nem jogerős, az ügyészség súlyosításért, míg a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett. Több mint 4.300.000 forint gyűlt össze a Veres Szofi gyógyulásáért múlt pénteken megrendezett jótékonysági esten. Erről Nyíregyházán az Evangélikus Lelkészi Hivatalban tartottak tájékoztatót. Az előadó estet a Magyar Népmeséért Alapítvány szervezte. A gyűjtésben fontos szerepet vállalt a kislány iskolája, valamint az evangélikus közösség is. Szofinál 2018-ban diagnosztizáltak leukémiát, majd tavaly decemberben megkapta az élet karkötőjét, amely a gyógyulást szimbolizálta. Idén januárban azonban kiderült, hogy Szofi agydaganattal küzd. A kislánynak csak külföldön, az Egyesült Államokban van lehetősége gyógyulásra. A közel 20 millió forintos konzultációs díj már összegyűlt, a kezelés azonban további több mint 100 millió forintba kerül. Az adományokat a leukémiás gyermekekért alapítvány számla számán fogadják. A közleményben Szofi nevét kell feltüntetni. Ebben a gyűjtésben nagyon sok ember támogat minket. Ugye természetesen volt ez az esemény, ugye, amit a Magyar Népmeséért és Berecz András művész úr előadásával ugye lett összekapcsolva ez a jótékonysági esemény. Volt egy másik felajánlás is, a Boros Richárd futó, aki a Balaton körül futott Szofimért, valamint ugye családtagok és vállalkozók, és természetesen rengeteg sok kisember adománya által gyűlt össze az az összeg, ami a konzultációs díjra elég. Ugye ezt a konzultációs díjat, ugye mihint az időpontot megkapjuk, ugye ezt el kell utalni, és ugye nyilván, ahogy már ők is kiemelték, hogy ez a kezelési költséget nem tartalmazza. Maga a kezelés az 100 millió forint felett lehet, és ugye most van az, hogy igazán csak a további összefogást kérem Szofinak a gyógyulása érdekében. A szezonári szénanátha az egyik leggyakrabban előforduló allergiás megbetegedés. Sokan szenvednek tüneteitől ezekben a hetekben. A pollenallergiások számára különösen fontos, hogy ismerjék, mely időszakban virágzik az a növény, amely az allergiás tüneteket okozza. Az idei melegebb tavasz és az enyhe tél miatt a növények pollenjei legalább egy hónappal előbb és nagyobb mennyiségben kerültek a levegőbe. A szokásosnál melegebb tavasz hamarabb a természetbe csalogatja az embereket. Sokaknak ez az időszak annak ellenére, hogy a hangulatunkra igen jó hatással van, nem igazán áldásos. Magyarországon a legtöbb és legkifejezettebben jelentkező allergiás panaszokat a betegeknél a fűfélék és a parlagfüvek okozzák. Tény és való, hogy aki azért az ilyen koratavaszi fákra, magyaróra allergiás, azok már jönnek. Ma is voltak egyébként már többen, akik típusos allergiás tünetekkel jelentkeznek. Hát nyilván vannak közöttük olyanok, akik már ki vannak vizsgálva és ismerik, vannak olyanok, akiknél most merül fel a gyanú, és most fogjuk kivizsgáltatni a dolgot, de természetesen azért a kezelést azt el szoktuk kezdeni. Úgyhogy tömegekről még nem lehet beszámolni, de tény és való, hogy egy pár hete azért már elkezdett beindulni a szezon. Hazánkban három fő pollen szezont különítünk el. A fák virágzásával kezdődik januártól májusig tart a tavaszi pollen szezon, amiért a mogyoró, éger, nyár, fűz, nyír, tölgy, kőris, platán pollenjei tehetők felelőssé. Az áprilistól július közepéig tartó késő tavaszi és koranyári szezonban a fűfélék, csalánfélék, utifű okozza a legtöbb tünetet. A közösségbe járó gyermekek esetében is érdemes odafigyelni arra, hogy nem-e allergiás reakció okozza a gyakori ordugulást és orrfolyást. Mindenképpen az orvos kompetenciája, hogy eldöntse, de azért kisebb-nagyobb különbségek azért vannak a tünetekben. Tehát ugye a fertőzések általában azért a tüsszögi és orrfolyás mellett általában azért
erős, időnként produktív köhögéssel járnak. Ugye ott előfordulhat rendszeresen láz például. Az allergiás panaszoknál például láz abszolút nem jelentkezik, ott sokkal inkább ugye az ilyen irritatív tünetek, ez az erős vizes orfolyás, torokkaparás, szemviszketés, tüsszögés az, ami dominál. Tehát végül is a tünetek alapján is már azért sokszor gyanús, hogy milyen, mi is a valódi ok. A háziorvos elmondta, hogy alternatív megoldások nem igazán léteznek, illetve az átlagember életében nem beilleszthető, hogy elkerülje ezt az időszakot például egy hosszabb tengerparti nyaralással. Egyébként ugye hát megfelelő orsprékkel, szemcseppekkel, antihisztaminokkal, azért ez az esetek többségében teljesen jól kezelhető, amikor éppen szezonja van az adott allergénnek. Segíthet még a gyakoribb kéz- és hajmosás, a kora reggeli vagy késő esti szellőztetés, a napszemüveg viselése, illetve ha ruháinkat lecseréljük hazaérkezéskor, vagy ha az ágyneműt és a ruhákat nem a szabadban szárítjuk. Jelentősen, bár eltérő módon változnak a hét második felében a hazai üzemanyagárak, írja a holtankoljak.hu. A benzin esetében bruttó 7 forinttal emelkedik a literenkénti nagykereskedelmi ár, míg a gázolaj esetében csökkenő árakra számíthatunk a bruttó 6 forintos nagykereskedelmi árcsökkenés követően. Az átlagárakat tekintve így az alábbiakra számíthatunk péntektől. A 95-ös benzin literjéért 650 forintot, a gázolajért 647 forintot kell fizetni. A Tisza mentén és a Tiszatónál kezdődött a központi szúnyoggérítés, amelyet évek óta a katasztrófavédelem irányít. Megbízott rovarbiológusok március eleje óta országszerte hétről hétre elemzik a lárvák és szúnyogok fejlettségi állapotát és számát. A hetente frissülő gérítési program nyomon követhető a katasztrófavédelem weboldalán is. Kedden kezdődött a katasztrófavédelem által koordinált központi szúnyoggyérítés. Már március eleje óta országszerte megbízott entomológusok, vagyis rovarbiológusok elemzik a lárvák és szúnyogok fejlettségi állapotát és számát hétről hétre. Ez alapján tervezik meg a szúnyoggyérítés menetét. Az enyhe és csapadékos idő miatt már tömegesen vannak jelen a szúnyoglárvák. Hogy kevesebb kifejlett szúnyoggal találkozzunk később, a héten a Tisza mentén és a Tiszatónál, valamint a körösök holtágain léptek fel biológiai módszerrel a lárvák ellen. A biológiai módszert azt úgy kell elképzelni, hogy van egy természetben is előforduló talajlakú baktérium, amely termel egyfajta fehérjét. Ilyen fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a szakemberek a vízbe, ahol a szúnyoglárvák fejlődnek. Szúnyoglárvák elfogyasztják ezt a fehérjét, és elpusztulnak tőle. Ez az eljárás csak és kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. Minden más élőlényre, legyen az növény, legyen az állat, legyen az például az embereket, sőt, vért egyáltalán nem szívó árvaszúnyog, teljesen ártalmatlan. Csak és kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. Ezt a készítményt a napokban a tenyészőhelyeken juttatták a vízbe, mintegy 5000 hektáron, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Rakamaz és Tiszalök térségében. A központi szúnyoggyérítés mellett a lakosság is sokat tehet azért, hogy nyárra minél kevesebb vérszívó keljen ki a lárvákból, hiszen sok csípőszúnyognak néhány száz méter az élettere. Szüntessük meg a kertben ezeket a kis pangóvizeket. Egy-egy esőzés után minden olyan tárgyban a kertben, amelyben képes megállni a víz, bizony szúnyogbölcsöde alakul ki, százával, ezrével képesek egy-egy deciliter vízben kifejlődni a szúnyoglárvák. Annak érdekében, hogy ne legyen sok szúnyog idén, én azt javaslom, hogy a kertben ezeket a pangóvizeket öntsük ki. Hogyha van egy olyan virágunk, amely szeret állandóan vízben állni, cseréljük hetente többször alatta a vizet. Ha van madárítató a kertbe, cseréljük benne többször a vizet. Hogyha valaki az első vizet összegyűjti, hogy locsoljon vele, fedje le ezt a tartályt, fedje le ezt a hordót, tegyen rá egy fedőt vagy egy szúnyoghálót kössön rá, és már is rengeteget tett annak érdekében, hogy sikeres legyen a központi szúnyoggyérítés. A központi szúnyoggyérítés hetente frissülő programja nyomon követhető a katasztrófavédelem weboldalán is. Sport, tudományos és kulturális versenyekkel emlékeznek meg névadójukról a nyíregyházi Móra Ferenc általános iskolában. A jövő hét hétfőig tartó esemény sorozaton nem csupán az ott tanulókat mozgatják meg az akkreditált tehetségpontként működő köznevelési intézményben, hanem az egész vármegyéből várják az intézményeket a színes programokra.
Három pillangó, egy sárga, egy piros, meg egy fehér. Lelkesen készítik a művészi alkotásokat a gyerekek a móra napokon. Nem véletlen a választás, hiszen a csoportoknak egy móra elbeszélést kell megeleveníteni a rajzlapon. A gyémántcserép rajzverseny különlegessége, hogy a diákok mellett az óvodások is versenyeznek. A névadónkra emlékezünk ugye ezen a héten, tisztelgünk nagysága előtt, és hát névadónkhoz híven teret adunk a tehetségeknek, sokszínűségünket megmutatjuk, amilyen Móra Ferenc is volt, és valójában akkreditált kiváló tehetségpontként ez egy nagyon fontos feladatunk, és kiemelten kezeljük a tehetséggondozást. A 6 nap alatt összesen 9 versenyt indítunk, ez 9 tehetségterületet jelent, és valójában megmérettetnek a diákok, a vármegye, a város, illetve hát iskolánk diákjai, de nem csak az a célunk, hogy egy verseny sorrend alakuljon ki, hanem azért az is a cél, hogy ezek a gyerekek, amiben tehetségesek, akkor teret adjunk, hogy itt megmutassák, ösztönözzük továbbra is őket, hogy folytassák ezt az utat. A hétfői labdarúgó kupán 4 iskola 8 csapata vett részt, de sakkvetélkedőnek, informatikai versenynek és néptánc találkozónak is otthont ad az iskola. Az intézmény életében nagy hangsúlyt fordítanak az angol nyelv oktatására. Éppen ezért kiemelten fontos a nyelvi vetélkedő. Visszajáró csapataink vannak, várják ezt a versenyt, mert nagyon boldogan, helyezéstől függetlenül boldogan mennek el a gyerekek, mert nagyon nagy élményt szereznek. Tegnapi egyik legnagyobb élményünk az volt, hogy két csapat, az egyik mi csapatunk, a Mórás csapat és egy másik iskola csapata, az ötvös csapata a verseny alatt barátságot is kötöttek, együtt mennek gimnáziumba, és később már fel is vették egymással a kapcsolatot. Élvezték a gyerekek a versenyt, játszottak, okosak voltak. A tapasztalat az, hogy ezek a gyerekek, akik jönnek, nagyon-nagyon magas szinten beszélnek angolul, és ez a feladatunk továbbra is, hogy ugyanilyen magas szinten tanuljunk tovább, tanítsunk tovább, mert igény van rá. És tudják a gyerekek már 8. ezzel a tudással középfokú nyelvvizsgára mehetnek. A Cinege Király vármegyei szintű vetélkedőt azzal a céllal hirdették meg, hogy felhívják a kicsik figyelmét a környezetvédelemre, a fenntarthatóságra, valamint a lakóhelyünk nevezetességeire. A természetismereti verseny győzteseit értékes ajándékokkal jutalmazzák. A Cinege Király természetismereti versenyünket olyan városi szervezetek támogatják, külsős támogatóink, akiknek a profiljába beleillik a természetismeret, illetve a környezettudatosság. A belsős támogatóink pedig a Nyíregyházi Tankerületi Központ, a Móra Tehetségekért Alapítvány, az Örökös Föld Tanulóinkért Alapítvány és a Nyíregyházi Egyetem sakk egyesülete is, hiszen sakkversenyünk is van ezen a héten. A vármegyei matematikai versenyre 3 fordulós levelezős eredmények alapján hívták meg a döntőbe a legtehetségesebb matekos tanulókat. A hét a kincskereső prózamondó versennyel zárul. A 6 nap alatt közel 1000 gyermek versenyzik a Móra Ferenc általános iskolában. Nem jutott be a legjobb 4 közé a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Az NB1B piros csoport negyeddöntőjének 3. mérkőzésén a kékcápák 89-81-es vereséget szenvedtek az Új Buda Mavc otthonában, így a fővárosiak 2-1-re megnyerték a párharcot. A Nyíregyháza az 5.-8. helyét folytatja a Vasas Akadémia ellen. Újabb lépést tehet a feljutás felé a Nyíregyháza Spartacus. Az NB2 29. fordulójának rangadóján az éllovas Spari a 2. helyezett Vasast fogadja. A mérkőzés szombaton 00:30 kezdődik Balmazújvárosban. Jövő szerdán pedig a Magyar Kupa elődöntőjében a Ferencvárost fogadja a Nyíregyháza. Az örökösföldi pályán hallgatják az edzés előtti eligazítást a Nyíregyháza Spartacus futballistái. Tímár Krisztián akár azt is mondhatná játékosainak, hogy csak így tovább, ugyanis legutóbbi 3 bajnoki meccsét megnyerte a Spari, amely közben a Magyar Kupában is bejutott az elődöntőbe. Az NB2 tabelláján a Nyíregyháza 64 ponttal áll az élen, megelőzve az 57 pontos Vasast. Szombaton a két csapat egymással játszik, majd 4 nap múlva a kupában a Ferencváros ellen lépnek.
lépnek pályára a nyíregyháziak. Megyünk bele a célegyenesbe, úgy itt a utolsó etapba a bajnokságon belül. Ezek nagyon fontos mérkőzések, és ugye most kifejezetten ugye, hogy most a Vasas előrelépett egy helyet, meg tudta elhozni a Győrt, így most az első játszik a másodikkal, ez nyilván extra okot ad arra, hogy mondhatjuk ez, hogy ez egy fontos mérkőzés. Igazából jó, ideális helyzetben vagyunk, mert van egy minimális előnyünk, ami több, mint egy meccs, pont előny bőven, szóval bátran bele tudunk menni ebbe a mérkőzésbe. Viszont utána meg ugye játszunk a Ferencvárossal, aki mondhatjuk, hogy az ország legerősebb csapata. A kupába találkoztunk, nagyon büszkék vagyunk rá, hogy eljutottunk idáig, mert azért két fronton tényleg sikerül a csapatnak jól szerepelni. Ott megint csak ugye fel kell kötni a gatyát, mert azért tényleg a Ferencváros jó csapat, de akármennyire szerettük volna elkerülni, a sorsolás az ilyen, az nem kívánságműsor, és hogyha aki a döntőbe be akar jutni, annak ugye mindenkit le kell győzni, aki az útjába áll. A nyíregyháziak egyik meghatározó játékosa, Baki Ákos elmondta, hogy szerinte mi áll a csapat eddigi szereplésének hátterében. Csapategységet mondanám, tudunk egymásért küzdeni, győztes típusú játékosok alkotják a keretet, és még egyszer mondom, hogy mindenki nyerni szeretne, mindegyes mérkőzésen küzdünk egymásért, együtt támadunk, együtt védekezünk, úgyhogy ez az erősség a csapatnak. A Sparira a bajnokságban még 5 meccs, a kupában pedig 1 vagy 2 találkozó vár. Sérülések és betegségek miatt vannak olyan játékosok, akikre nem számíthat a szakmai stáb. Van egy pár tartós sérültünk sajnos, akik hosszabb időre ugye nem lehetnek a csapatnak a segítségére. Bízunk benne, hogy a bajnokság vége felé hajrába ők is még legalábbis egy pár játékos belőlük vissza tud térni. Viszont ugye sajnos a múlt héten azért egy vírus is ugye bejött ugye az öltözőbe, és ez is hátráltatta ugye a csapatot, egy pár játékos itt az utolsó pillanatokban kiesett. De szerencsére bátran meg akihez nyúlunk, az mindenki jól teljesít, beállnak, tényleg mindenki nagyon motivált, jó állapotban, tudják a játékot, és ilyen szempontból nagyon jó helyzetben vagyunk. Viszont hát nyilván a merítési lehetőség most egy kicsit szűkösebb, mint ami korábban jellemezte a keretet. A Nyíregyháza Spartacus Vasas mérkőzés szombaton 12 óra 30-kor kezdődik Balmazújvárosban. A 29. forduló további párosítása a következő: Siófok BVSC Zugló, Csákvár Jirmót, Kozár Micsleny Ajka, Tiszakécske Kazincbarcika, Budapest Honvéd Pécs, Szombathely Mosonmagyaróvár, Soroksár Budafok és Eto FC Győr Szeged. Híradónk végére értünk, úgyhogy nézzük, hogy mivel foglalkoztunk ma, de csak röviden. Összesen több mint 8100 hallgató jelentkezett a Nyíregyházi Egyetem szeptembertől induló képzéseire. Közülük több mint 2600-an első helyen jelölték meg az intézményt. Ez mindkét tekintetben 10%-os növekedés jelent az előző évhez képest. Vajda Ildikó oktatási rektor helyettes szerint az elért eredmények a Nyíregyházi Egyetem fejlődésének és az egész éves kampánynak köszönhetőek. Javában tart az allergia szezon, melynek kezdetét nagyban befolyásolja az aktuális időjárás. Az idei évben ez az időszak az enyhe tél miatt már január végén elkezdődött. A legkorábban a mogyoró, majd az éger, a ciprus és a tiszafafélék virágzása okozhat panaszokat az arra érzékenyeknek. A labdarúgó MB2 29. fordulójának csúcsrangadóján lép pályára szombaton a Nyíregyháza Spartacus. Timár Krisztián első helyen álló együttese a második helyezett Vasast fogadja. A mérkőzés 12:30-kor kezdődik Balmazújvárosban. Jövő szerdán pedig a Magyar Kupa elődöntőjében a Ferencváros látogat a Sparihoz. Április 18-án csütörtökön Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták. Péntek este jelentkezünk majd legközelebb friss hírekkel. Addig is várja Önöket a kölcseitv.hu, ahol folyamatosan frissítjük a tartalmat. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Jó estét, jó pihenést, viszontlátásra!
Pénteken keleten és délen naposabb, másútt erősebben felhős időre lehet számítani, szorványos záporok csak a Dunántúlon alakulhatnak ki. Az északnyugati, majd nyugatira, délnyugatira forduló szél többfelé élénk lesz. Napközben 11 és 15 fok közé melegszik a levegő.